A dél-erdélyi szászváros története sok évszázadra nyúlik vissza. Lakói főleg a német földről betelepült szászok, valamint magyarok voltak. A település etnikai összetétele a történelem viharai során sokat változott, a magyarság sorsát legutóbb a 20. század politikai igazságtalanságai pecsételték meg. Mára a román többségű szászváros az erdélyi magyar szórvány egyik utolsó bástyája lett. Mint Erdély szerte sok helyen, a magyar megmaradás kapcsán itt is a Dévai Szent Ferenc Alapítvány szerzett elévülhetetlen érdemeket. Az Alapítvány Szászvárosi Háza Szent Bernadett nevét viseli, most az ő neve napjának alkalmából a gyerekek éppen kis kápolnákat barkácsolnak. Ezt követi a farsangi ünneplés, amiben nagy segítséget nyújtanak az anyaországból érkezett önzetlen támogatók. A Jóisten mindig noszogat, egyre jobban és egyre hangosabban belső hangokon keresztül, vagy hogy mondjam, belső érzéseken keresztül, akár az adománygyűjtés kapcsán. És olyan csodákat élek meg azáltal, hogy kik jelentkeznek és kik küldenek adományt, akár vadidegenek, vagy akár nagy cégek is, anélkül, hogy mi egy baráti csapat vagyunk, tehát semmilyen alapítványi formátumban nem működünk, és mégis adnak. Az alapítványnak köszönhetően van magyar óvoda és általános iskola a településen, ahol a gyerekek megismerkedhetnek hazájuk történetével, hagyományaival, valamint továbbfejleszthetik anyanyelvi tudásukat. Mindez nem lenne lehetséges az otthonuk, valamint magyarságuk iránt elkötelezett tanítók nélkül. A legmélyebb érzés az, hogy itt a helyem, hogy ezt a magyar közösséget itt Szórványba ezt erősítsem. Első ládában van 122. Itt minden kimondott magyar szónak kulcsfontosságú szerepe van, hiszen egyre több gyerek születik vegyes házasságban, ahol már nem elsődleges szempont a magyar nyelv ismerete. Nagyon sokan azt mondják, hogy hát minek adjam gyerekem magyar iskolába, hiszen nem tud érvényesülni. Ami teljesen, tehát hamis kijelentés, mert Zsava testvér szokta mondani, ugye, hogy milyen jó, hogyha egy szekeret több ló húz. A magyar tanítóknak korábban nem volt lehetőségük anyanyelvükön tanulni, kizárólag otthon a szüleiktől tettek szert a magyar nyelv ismeretére. Ezért a tanítás nem csupán a munkájuk, hanem a hivatásuk is, ami elengedhetetlen a szórvány magyarság megmaradásához. Az osztályomban tanuló gyerekeket nem csak nevelem, hanem magyarnak is nevelem, hogy érezzék és kutassák, vagy valahogy tudatosodjon bennük, hogy ők is magyarok, annak ellenére, hogy itt Szászvároson nagyon kicsi a magyarság, de a gyerek vérébe magyar vér folyik. A magyarság helyzetét nagyban megnehezíti, hogy a fiatalok egy része a jobb megélhetés reményében elhagyja szülőföldjét. Szerencsére vannak, akik maradnak, ezek a fiatalok is az alapítványnál nevelkedtek, a közelmúltban indították be saját vállalkozásukat, nem akarnak elmenni, és az általuk készített kürtős kalács az egyik legnépszerűbb portéka a városban. A megmaradás reményéhez mindez nem lenne elegendő a hit megtartó és közösségépítő ereje nélkül. Szászvároson a többségében református hívek minden vasárnap anyanyelvükön kérhetik Isten áldását gyülekezetükre. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma. Az egyház az Isten tiszteleti alkalmakon kívül is igyekszik összehozni az embereket. Még vannak más összejövetelek is, amelyeket szoktunk rendezni, vagy a parokián, ugye, vagy itt a templomkertben, a katolikus egyház községgel is szintén nagyon jól egyezünk, összetartó a kapcsolat. A március 15-ét együtt szoktuk ünnepelni. A papok, lelkészek, tanítók és önkéntesek áldozatos munkája elengedhetetlen a szászvárosi magyarság megmaradásához. Általuk a felnövekvő generáció már olyan erős nemzeti öntudattal felvértezve kezdi meg az életét, amely biztosíthatja a szászvárosi magyar jövőt. Rövidesen egy másik szórványtelepülésre, a délvidéki Zomborra látogatunk, ahol nemrég szobrot avattak a város híres szülöttének, Schweidel József aradi vértanúnak.